Nemrég ért véget a 19. Borokútja Rally, ahol szép eredményeket értél el. Mit pontosan és kivel indultál ott? Menedzseremmel indultam el, Kelemenné Szilágyi Noémivel alkottunk egy csapatot, egy kis Renault Clio-val indultunk, és végül is az összesítettben 79 indulóból, párosból összesen 12-ek lettünk, amire már alapban azt mondták, hogy ez egy szép teljesítmény, mint újoncok, mint kezdők, és végül is sikerült megnyernünk a legjobb női páros díjat, aminek kimondottan örültünk. Mesélj picit arról, hogy mit kell csinálni az embernek egy borokútja rallin. Vezetni, gyorsan vezetni, vagy esetleg borokat inni, vagy miből áll ez össze? Ebből így komplexen minden igazolt, amit elmondtál. Gyorsan hajtani nem kellett, mivel közúton mentünk, ezért be kellett tartani a kreszt. Én vezettem mind a 2,5 nap, úgyhogy nekem a kóstolgatások kimaradtak. Én max csak megszagolgattam a borokat. Este, hogyha volt lehetőség, akkor egy-kettőt megkóstoltam, de mivel versenyezni voltunk, ezt se vittük túlságosan túlzásba. Szóval voltak autóval feladatok, különféle ügyességi feladatok, mint például 20 métert megtenni 17 másodperc alatt, 4 métert 2 másodperc alatt, tehát ilyen különböző ügyességi feladatok. Voltak pontok, ahol pecsételni kellett, voltak ugye a pároknak a pincészeteknél külön ügyességi feladatok, mint dugókat kellett beledobálni vödörbe, vagy talicskatolás, ahol én ültem a talicskába, és Noémi tolt engem, az nagyon vicces volt, az volt az én kedvencem. Szóval ilyen ügyességi feladatok voltak, tesztek, kérdések, minden pincészetben volt 2-3 kérdés, azokat is pontozták, időre is kellett ugye menni, de ez mind úgy volt kiszámolva az időkorlát, hogy beleférjünk a szabályos közlekedés mellett is. Értem. És mivel járt ez a díj? Egy serleggel, vagy hogy kezdtél képzelni? Igen, egy hatalmas, ekkora serleggel, mint maga a felső testem. Mik még ebben az évben a terveid? Következő hétvégén rendezik meg a Magyar Bajnokságnak, ami ugye ez az IMRC nevet képviseli, ugye most idén nyílt bajnokság van. Az utolsó fordulóját Szlovákia ringen, ott terveink szerint elindulunk. Azt hiszem most összetettben a 6. vagy a 7. helyen állok, nem is tudom pontosan, mert ugye a múlt hétvégén volt egy forduló. Valamint nagyon bízok benne, hogy idén is sikerül kijutnom a katari bajnokságnak a következő szezonjára, ami októberbe kezdődik. Jövőre szintén szeretnék magyar bajnokiba indulni, valamint az Alpokardián is szeretnék részt venni.